Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Milyen változások lesznek az életedben? Erről szól ez a jóslás. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást. A díjam 4000 forint. Először megnézzük a te jelenlegi helyzetedet. Ez a kígyó játszik most egy nagy szerepet. Ezek lehetnek a változások, a megújulások. Lehet, hogy változik a külsőd, vagy a hozzáállásod. A kígyó az lehet gyógyító erő is, lehet, hogy beteg voltál, és most van gyógyulás, vagy ezen a területen dolgozol, és ott lesznek változások. A kígyó lehet egy nő is, és ez a nő befolyásolja most az életedet. Ez lehet egy jó hatás, mint például egy jó barátnő, vagy egy kolléganő, de lehet egy rivális személy is. És mit kellene megváltoztatni körülötted? A horgony jelenteti a munkát, a hivatást, ott lesznek változások, vagy ott kellene megváltoztatnod valamit. Van múlt. Mit kellene lezárni a múltadból? Olyan dolgokat, ami boldogtalanná tett téged, hogy legyen egy szerencsés fordulat. Mit kellene megőrizned a múltból? Azt, hogy mindig nyitott voltál változásokra, vagy lehet, hogy a múltban elköltöztél, és ez egy jó ötlet volt, jó tervek voltak, tehát nyitott vagy a változásokra, és ezt meg kell erősíteni. És a gondolataid? Valami foglalkoztat téged, ahol voltak viták, nézeteltérések. Itt kellene valamit változtatni a gondolataidon. Zárd le ezeket az eseményeket, ne foglalkozz vele. Az érzelmek. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, vagy azt is jelentheti a kép, hogy valaki közeledik hozzád. Itt egy hölgy látható, de lehet egy férfi is persze. Mi változik a környezetedben? Itt megjelenik a szív, tehát vannak ilyen kellemes kapcsolatok, vagy valaki közeledik hozzád, olyan szívélyes és segítőkész, persze, lehet a szerelem is a környezetedben. Mi változik a párkapcsolat területén? Itt megvannak az álmok, az elképzelések, és ha változások lesznek, és ebbe az irányba, akkor az azt jelenti, hogy valaki álmodozik rólad, vagy a te álmod az megvalósul. Mi változik a munkahelyen? Az anyagiak. És ez előny, tehát lesz nyeremény, vagy többet fogsz keresni a munkahelyeden. Mi adja számodra a biztonság érzetét? Az, ha megvan ez a kisugárzásod, ha hiszel magadban, legyen meg az önbizalmad, hiszen ez a bázis, ez a fundament. Magadban bízhatsz, a saját sikereidben, a saját fellépésedben. És ez volt az általános jóslás, mi változik az életedben. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot,
Nagyon sok szeretettel, Dendera!